darabjából fogunk részleteket előadni. Méron a legnagyszerűbb, azért, mert én is játszom benne, most kell kapcsolni. Jó, köszönöm szépen, de nem csak, hogy én játszom benne, hanem hát ez a nagyon fiatal, szimpatikus fiatalember, igen, ő lesz Kazinczy. 1848-ban vagyunk, tehát nem a nagy híres költő nyelvújító, hanem az ő legkisebb, legbohémebb, céltalan fiacskája. Ha tudnák, hogy milyen szomorú sorsa lesz szegénynek. Ő lesz a 15-dik, a 15-dik maradik. Még beszélhet én már ennyit, hát ígyunk inkább egyet, ne legyen már száraz a torkunk. A császárnak a üres kazsebe, a császárnak persze van vízelék. Ha értem ad belőle, az lenne a szép. Még lenne a nyomornak azonnal, és eloszthatnánk egymás közt is azonnal. Szakadjon rá, vígyve az ég, ha neki már semmi sem elég. Engem a zsarnok szép. Szép növem lenne? Szép, ami Ferdinánd Károlyné volt, de ettől már az asszony is sikolt. József Ferenc Marcelli, és szarvasabb, mint a Kankali. Mária Terézia Valéria, hogy szakadna rád a drapéria. Ferdinánd Anasztázia, Mária Valéria, Mária Luisa. Elmegy, Ferdikém! El a búzsba a táncig is! Szakadjon rád!